Megnézzük az egész értékláncot, ami hatással van a légiközlekedésre, akkor azt látjuk, hogy repülőgép gyártók nem tudnak megfelelő mennyiségben, minőségben repülőgépet gyártani. Tehát látjuk a Boeingnak a problémáját, hogy bizonyos repülőgép típus nem tud repülni. Az Airbusnak is akadoznak a szállításai. Alapanyagok nem állnak rendelkezésre megfelelő mennyiségben repülőgép gyártás, az például titánium hiány van a világban, és a titánium egy alapvető technológiai anyag a repülőgép gyártásban. Hajtóművek technológiát, a hajtóműgyártók technológiát váltottak, komoly gyerekbetegségeken megy át ez a váltás. Utána megnézzük az európai légirányításnak a kérdését, ami azt gondolom, hogy már szerintem elérte azt a jelzőt, hogy katasztrofálisnak lehet minősíteni, főleg a nyári két-három hónapos időszakban, főleg július-augusztusban. Igaz, tavaly teljesen berobbant a rendszer, nagyon komoly járakésések, tördések lettek belőle, mindenki megígérte, az idén már sokkal jobban fog működni, ezzel szemben kétszer annyi időrést kapunk egy-egy időszakban, mint tavaly kaptunk, tehát a rendszer ma rosszabbul működik, mint tavaly működött, ezért késések, járattörések vannak. Megnézzük a repülőtereket. A repülőtereken zsúfoltságban, igaz, nem kell messzire mennünk. Általános munkaerőhiány van gyakorlatilag az egész rendszerben, szakember hiányok vannak. Na most ebbe a kontextusba helyezzük bele azt, amikor mondjuk egy késleltetett, nem a vizet hibájából, egy késleltetett repülőgép megérkezik egy kitérő repülőtérre, azért, mert az eredeti repülőtér az már akkor a bezárt és nem fogad. Leszáll a repülőgép, az összes szálloda tele van, nincsen busz, nincsen közlekedési eszköz, amivel az utasokat el lehetne vinni. Nyilván Budapestről megpróbálják intézni azt, hogy valamilyen megoldás mégiscsak legyen, tehát hívogatnak folyamatosan, tehát az információ az folyamatosan változik. Na most innentől kezdve persze lehet azt mondani, hogy védjük meg a fogyasztókat, igen, csak hogyan védjük meg a fogyasztókat, amikor fizikailag lehetetlenné válik a fogyasztóknak a megvédése. Ami nyilván nem azt jelenti, hogy innentől kezdve mi mentegetni próbáljuk a saját pozíciónkat, mi vagyunk a felelősek, mi vagyunk szerződéses viszonyban az utazókkal, tehát innentől kezdve bárhogyan is működik a rendszer, az a mi felelősségünk, hogy a rendszer működésének a hiányosságait lekezeljük. Ezzel csak azt mondom, hogy vannak helyzetek, amik egyszerűen megoldhatatlanok. Tehát egy olyan matematikai feladvány, amire nincsen válasz, nincsen megoldás, és sajnos az elmúlt két évben egy másik szintet ért el a légiközlekedésnek a problematikája, főként ebben a nyári időszakban, és most ebben az időszakban vagyunk, ezért jönnek be ezek a kérdések. Az egyébként kategorikusan nem igaz, hogy nem tájékoztatjuk az utasokat, csak lehet, hogy a helyzet túlságosan gyorsan változik ahhoz, hogy ez a kommunikáció mindig minden pillanatában adekvált legyen. Tehát például, amikor ilyeneket lehet a médiában olvasni, hogy a vizer magyar családokat szakított szét Bécsben, igaz, hogy mi történt? Tehát az történt, hogy az emberek késő érkeztek ki a repülőtérre, egyébként utána néztem direkt, több mint fél órát késleltettük a repülőgépeket azért, hogy beváljuk az embereket, mégsem tudtak megérkezni. Míg apuka elvitte az autót parkolni, addig anyuka meg a gyerekek becsekkoltak és felmentek a repülőgépre, mire apuka odaért, akkor van bele zárva a kapu. Tehát vannak helyzetek, amiknek megvannak a határa, hogy meddig lehet nyújtani a flexibilitást. Én csak azt mondom, hogy van egy szituáció, van egy légiközlekedési helyzet a nyáron, ami sokkal nehezebben kezelhető. Minden oldalról egyébként is szerintem több flexibilitást, meg talán több tartalékot igényel a fogyasztók részéről is, hogyha biztosra akarnak menni. A légitársaságok sokkal jelentősebb veszteségeket szenvednek el az operációs integritásuk tekintetében. És igen, és vannak olyan helyzetek, amikor nincsenek megfelelően kommunikálva a dolgok, éppen az adott helyzete vonatkoztatva. De ez nem a Wizzairnek az egyéni problémája, még egyszer nem akarom mentegetni magamat, vagy a légitársaságot, ez abszolút egy általános iparági problematika. Tehát ugyanilyen kommunikációs gondok vannak máshol. Tehát nem tudom, én most például az autópályán utaztam és 3 órás megállás volt, senki nem kommunikált semmit, hogy mi történik, pedig azt gondolom, hogy állampolgári jogom meg fogyasztói jogom lett volna tudni, hogy éppen mi történik egy államilag fenntartott infrastruktúra működésével kapcsolatban, senki nem kommunikált egy szót sem. Tehát szerintem a változásnak ez az egyik iránya, hogy jelentősebb személyi jelenlétet próbálunk biztosítani a repülőtereken, hogy egy-egy ilyen helyzetet jobban személyesen le lehessen kezelni, tehát ne legyünk csak rendszereknek, vagy ilyen hosszú távú kapcsolati kommunikációknak kitéve. Meg nyilvánvalóan magát a helyzetet próbáljuk enyhíteni, illetve a problémának a nagyságát próbáljuk enyhíteni azáltal, hogy több tartalékot rakunk az operációs modellünkbe, hogy kevesebb legyen a késés, kevesebb legyen a járatörlés, de nem tudunk immunisat lenni ezzel kapcsolatban. Tehát azt gondolom, hogy arra kell felkészülni,
hogy lesznek késések, lesznek járatődések, nem csak a Wizzair részéről, hanem minden légitársaság részéről. Egyébként elmondom önöknek, hogy havonta kapjuk a statisztikát a Eurocontrollról, hogy ki milyen járatpontossággal üzemel. A Wizzair a lista első harmadában van, tehát lényegesen jobban üzemelünk, mint egy átlagos európai légitársaság. Mindazonáltal ilyen gyengén üzemel az egész európai rendszer, hogy még ez az átlagosnál jobb üzemelési képesség is problémás. Igen, tehát rengeteg investíciót hajtunk végre az utasplatformunk digitalizációja tekintetében, tehát hogy egyrészt közvetlenül meg tudjunk jelenni kommunikációban az utasoknál mondjuk mobiltelefonon, tehát ha bármi van, akkor mobiltelefonos kommunikáció, proaktív kommunikáció legyen, illetve az, hogy digitalizált formában jobban elérhetők legyünk call centereken keresztül. Mindazonáltal még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy mivel ilyen krízis helyzetek alakulnak ki, ahol kvázi percenként, 10 percenként változhat a helyzet, tehát lehetek mindig kommunikációs rések a rendszeren, de igen, tehát abszolút investálunk ebből a kérdéskörbe. Évi kb. 30 millió eurót fizetünk átérítésre. A 30 millió eurónak igaz a két alapoka, az amikor járatot törnünk, vagy amikor több mint 3 órás járatkésés következik be. Igaz, alapvetően kétfajta fizetés van, az egyik a kompenzáció, erre egy meghatározott törvény van, a másik pedig az asszisztencia, amit ugyancsak törvény szabályoz, hogy az érintett utasok ilyenkor hogyan kezelődnek le, tehát szállásfoglalás, étkeztetés, transport, ilyen jellegű. Azt, hogyha mondjuk Budapestre helyezném ezt a repülőgépet, akkor is egy ilyen körzővel megrajzolnám azt, hogy mi az elérhető geográfiai pozíció, akkor el lehet repülni Indiáig, Ulaanbaatarig kelet irányba, illetve el lehet repülni mondjuk New Yorkig nyugat irányba. De itt még semmilyen döntés nem született meg, tehát nyilván meg tudjuk nézni az új piacok lehetőségeit, illetve azt is, hogy a jelenlegi piacokon belül mit célszerű teljesíteni.